Már hogy önmagában nem olyan nagy dolog felszállni egy villamosra, aztán leszállni róla, de az, hogy a Vámház körúton egy csomó villamos áll, mindegyikre fel lehet szállni, és mindegyikről lehet szállni aztán, anélkül, hogy azok tovább mennének, az mégiscsak ritkaság. Hát csak felmegyek ide. Hello. És micsoda öreg villamosok is vannak mindenütt. Kérhetünk egy fotót. Persze, egy persze, egész nyugodtan. Igazából azért jöttünk, mert mondtuk, hogy lesz, és itt leszel. Micsoda múzeális darab. Most egészen biztosan ez a legizgalmasabb környék a városban, mert a Duna egyik partján itt van a villamos kiállítás az Európai Mobilitási Hét örömére, a másik oldalon pedig ott van a Bartók Fest. A Bartók Fest pedig a Bartók negyed eredményeit mutatja be, amihez több ponton is kötődöm. Az egyik nagyon fontos kötődés a faültetés, mert hogy a Zöldítsük ki Budapestet programot itt kezdtük a 11. kerületben méghozzá ezzel a fával. Meg az összes többivel, majdnem az összes többivel itt az utcában. Igen, a közös programunk keretében ültettük el őt. Igen, a 11. kerület volt az első a városban, ami beleállt a Zöldítsük ki Budapestet programba, és hogyha a város még nem is sikerült egy az egyben kizöldítenünk, ezt az utcát már mindenféleképpen, hiszen ez a 11 fa, ami itt van, ez tehát láthatóan teljes egészében megváltoztatta az utcaképet, méghozzá úgy, hogy azért igyekeztünk a parkolóhelyekből annyit megtartani, amennyit csak lehet, miközben ezek a fák ezek jól láthatóan túlélték az elmúlt éveket, és megerősödtek, és most már tulajdonképpen önállóan is életképesek. És egyébként faültetés és Zöldítsük ki Budapestet szempontból ma egy kicsit később további fejlemények várhatók. Beszélj még egy kicsit a Bartók városrészről. Főleg, hogy én már forgattam a Bartók negyedről egyszer, még sok-sok évvel ezelőtt a vlog első szezonjában, azt hiszem, Szűcs Ádámmal, akivel az Egy nap a városban blogot írtuk, és ellátogattunk a környékre, és megnéztük, hogy mennyi minden van itt, mert hogy nagyon-nagyon sok minden menő dolog van itt. Igen, van itt például szuper pékség, étterem, kávézó, kiállítótér, kulturális központ, könyvesbolt, minden, ami egy nagyvárosban, de helyieknek és nem annyira turistáknak. Igen, általában, hogyha bemész egy belvárosba, akkor ott látsz mindenféle helyet, ami dugig van tömve emberekkel, de főleg Magyarországon ezek az emberek jellemzően külföldiek, itt viszont jellemzően budapestiek, sőt, a városrészből érkeztek. Igen, mert a Bartók negyednek, ami nyilván a Bartók Béla utat és a környező utcákat foglalja magában, a Műegyetem rakparta egészen a Karinthy-Frigyes útig, az volt a célja, hogy valamilyen módon megvalósítsa a 15 perces városrész. És a 15 perces városrész az tulajdonképpen azt jelenti, hogy nagyjából minden elérhető és megközelíthető gyalog 15 perc alatt. És a minden alatt nem feltétlenül, mit tudom én, daru kölcsönzőt értek, bár amennyi minden van itt, lehet, hogy még daru kölcsönző is van, de hogy amit az emberek úgy szeretnek használni, és amiket már említettünk a korábban, ugye kulturális lehetőségek, étkezési lehetőségek, boltok, könyvesboltok, mi egymás, szóval, hogy ne kelljen átmenni egy másik városrészbe. Ne kelljen bemenni a belvárosba, hanem legyen minden itt kéznél, legyen minden itt 15 percen belül. És ez egy nagyon problémás egyensúlyi helyzet, hiszen egyrészt egy csomó mindennek helyet kell adni, lehetőleg olyan helyszíneknek és olyan szolgáltatóknak, akiknek múltjuk van a kerületben, miközben arra is oda kell figyelni, hogy a lakókat mindez ne zavarja. Szóval egyszerre legyen minden közel és elérhető és használható, a lakók meg legyenek közben elégedettek, és tulajdonképpen az elmúlt években ennek az egyensúlyi helyzetnek a létrehozására törekedtek itt a kerületben. És a Bartók Fest, amire most átmegyünk, az tulajdonképpen pont erről szól. Egyrészt bemutatja az eredményeket, másrészt megpróbálja tovább bontani ezt a kérdést civilekkel, mindenféle egyesülettel párbeszédet folytatva, hogy hogyan lehet igazán élhető egy városrész a 2020-as években, és nyilvánvalóan ez nem csak a Bartók negyed vagy a 11. kerületre vonatkozik, hanem úgy általában mindenkinek lehetnek ebből tanulságai meg tapasztalatai, hiszen a világ egyértelműen ebbe az irányba indult el, hogy ne kelljen órákat utaznunk, átszállnunk ahhoz, hogy jól érezzük magunkat a lakókörnyezetünkben, hanem hogy nagyjából minden álljon rendelkezésre ott, ahol vagyunk, és ez egyrészt az ökológiai lábnyomunkat is csökkenti, másrészt meg a közérzetünket is javítja. És hogy mennyire beért az a munka, amit a kerület vezetése most már évek, évtizedek óta művel, függetlenül attól, hogy éppen kiáll a kerület élén, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a Time Out magazin megválasztotta Újbudát a világ 7. legmenőbb városrészének. Látjátok, le van írva?
Tény! És összesen 27 ezer városlakót meg szakértőt kérdeztek meg arról szerte a világban, hogy szerintük hol jó élni, hol alkalmazkodott leginkább a környék a lakók igényeihez, és összeállítottak végül egy 49-es listát, amiből az egész világon a 11. kerület lett a 7. legmenőbb. A lista szerint elsősorban a fákkal szegélyezett Bartók Béla út miatt, ami tele van bohém kávézókkal, bárokkal és független művészeti galériákkal, de vannak szuper elegáns, átalakított terek is Újbudán, mint például a buszpályaudvarból kialakított bár, az elhagyatott szabadtéri színház, a koncerttelem, vagy például a Kopaszigát, ami már messze túlmutat a Bartók negyeden, de minden esetre ugyanúgy a 11. kerületben található. És akkor most nézzük meg azt a fesztivált, és próbáljunk elcsípni néhány szakértőt, mert a kerékpáros klubtól a WWF-ig közösen gondolkoznak azon, hogy mitől lesz élhető egy városnegyed, aminek nyilvánvalóan nem csak a 11. kerületre vonatkoztatható tanulságai vannak, hanem ilyen globális megfejtései is. Na és meg is érkezünk magára a fesztiválra. Itt van mögöttünk az egyik színpad, ahol ilyen nagy megfejtések vannak arra vonatkozóan, hogy hogyan tud működőképes lenni egy város. Ezen az oldalon vannak mindenféle civil szervezetek, akik aktívan is részt tudnak mindenben venni. Ott például abban, hogy méltó lakhatás jusson mindenkinek. Ezen az oldalon vannak a kajádák, és hát a street hotdog jól néz ki, viszont ami engem különösen érdekel, az nyilvánvalóan a csúrosz, szóval ahol csúrosz van, az már rossz hely nem lehet, és a hátsó helyen, meg itt mögöttem már ilyen gyerekek tudnak játszani, alapvetően ilyen 3 éves kortól elvileg már mindenki talál magának itt valamiféle szórakozást, hátul pedig a színpad, a nagy színpad, és ott óriási buli kezdődik. Nem tudom mikor, valamikor kora délután, de azt hiszem, hogy egészen este 10-ig lesznek ott mindenféle koncertek, például a Galaxisok, a Kollár Clemens kamarazenekar, meg lesz Dés László is Nagy Ervinnel késő este, és valami barbecue cucc ütötte meg az orrom. Az a helyzet, hogy a Bartók negyed, így 2019-re, mire mi átvettük a városvezetését, már érezhető volt, hogy egy nagyon pezsgő része a városnak, tele van kulturális eseményekkel, és persze volt egy nagy adag Covid lezárás, amit mindenkit megviselt elég erőteljesen, de azt éreztük, hogy a mi dolgunk, hogy valahogy szintet lépjen. És ezt például meg kellett állapodni a dolgokban, hogy mi legyen a gyerek neve. És amit mi szerettünk volna, hogy ezt az emberek megérezzék, hogy ez egy városrész, egy városnegyed, ahol nem csak egy utcára terjednek ki azok az események, az a hangulat, az a vibe, amit körbevesz minket. És azt is gondoltuk, hogy azok a helyi programok, amik egyébként itt működnek, mint például az Eleven ősz, az Eleven tavasz, a most már tradicionális gyermekkönyvünnep, ami például a múlt héten volt, ezek megerősítik a helyi közösségeket, de kéne valami, ami hírül adja a nagyvilágnak, hogy akkor hello, elindultunk, megnyitottunk, tudod, az éttermeken szokott lenni egy ilyen felirat, és valami ilyesmit szerettünk volna csinálni, és ez a Bartók Fest. Nekünk önkormányzatként az a feladatunk, hogy a városrész mondjuk organikus fejlődését irányban tartsuk. Ennek a helynek pont az az értéke, mint ami egy jó olaszországi pizzériának. Szívesen bemész turistaként, leülsz a kockás abrosz mellé és megeszed az olasz pizzát, de azért szereted, mert olaszok vesznek körül, és nem csak turisták. Tehát nekünk az a dolgunk, hogy ezt megtartsuk azon a sávon, azon a keskeny sávon, ahol felkelti az érdeklődést, de valójában mindez, ami itt történik, a helyiektől, nagyon sok esetben a helyieknek megy. Úgyhogy erre kell koncentrálnunk a leginkább. És most beszéljünk egy kezdeményezésről, mert hogy a kerületben indul egy program, ami tulajdonképpen azért jött létre, hogy az emberek megtalálják magukba a gyermekét, és ezáltal jobban érezzék magukat. Inkább mondja el az, aki sokkal többet tud a projektről nálam. Na szóval, mi ez az Inzert? Az Inzert ez egy újbudai új platform, ami most indul szeptemberben el, és a kétfajta értelmezés van. Az egyik az, hogy segítsen az emberekben az alkotó vágyat felébreszteni, hogy mindenkiben ott szunnyad. A másik pedig, hogy hogyan tudnak az emberek helyi ügyek mellé állni,
a saját lehetőségeikkel. Amikor az ember inspirációt keres, amikor még nem tudja pontosan, hogy mivel is szeretne foglalkozni, akkor események közül tud válogatni, amik itt helyben Újbudán történnek meg. A második kategória, hogy az ember szeretne valamiben fejlődni, akkor lesznek képzések, workshopok, amire tud jelentkezni. Ezeknek egy része ingyenes lesz, lesznek olyanok, amik fizetősek, attól függ, hogy éppen ki szervezi. Ez a második fajta állapot, amikor az ember már tudja, hogy valamiben szeretne elmélyülni. És aztán van a harmadik fázis, amikor már készen áll az ember arra, hogy egyedül szervezzen, vagy becsatlakozzon valamilyen elindult kezdeményezéshez. Négy dolog kell ahhoz, hogy az ember egy programot, egy ötletet megvalósítson. Kellenek hozzá emberek képességekkel, szabadidővel, önkéntesek ahhoz, hogy megvalósuljon valami. Kell egy helyszín, ami lehet köztér, vagy lehet egy beltéri helyszín, vagy akár az internet. Kellenek eszközök, legyen az éppen hangosítás, vagy egy sörpad, és kell hozzá általában pénz. Most ez a négy erőforrás, amiben segítünk, hogy ezt az emberek megtalálják Újbudán. Minden emberben ott rejtőzik a gyerekkori kreativitás, amit szépen az iskolarendszer, aztán a munka világa elnyom. És mi abban segítünk, hogy ezt a gyermekkori szabad kreativitást felpiszkáljuk, és ha ez sikerül, az várhatóan olyan közösségek felett tereli az embert, akik hasonló érdeklődési körök, hasonló hobbikkal rendelkeznek, és így jutunk el oda, hogy a virtuális világból kirántsuk az analóg együttlétbe az embereket. Ez volt nekünk a fő motivációnk, ezt szeretnénk itt Újbudán kipróbálni, tesztelni, és ha működik, akkor a többi kerületbe is ezt tovább vinni. Na és akkor térjünk rá arra, hogy itt is elindul, vagy inkább újraindul az Zöldítsük ki Budapestet program. A második kerület már, ami csatlakozik. A 9. után a 11 is. De a 11 az igazából nem is csatlakozik, hanem újra benne van. Szóval ennek a programnak ugye az a lényege, hogy a kerületek lehetővé teszik, hogy a lakosok dönthessenek arról, hogy legyen-e a házuk előtt fa vagy sem. És hogyha egy lakóközösség úgy dönt, hogy vállalja ennek a költségeit, illetve vállalja azt, hogy a fát azt 3 éven keresztül gondozza, akkor lehetőséget biztosít számára az ültetésre, sőt, tulajdonképpen mindent elintéz, az összes adminisztrációt, felméri a helyszínt, hogy lehet-e oda egyáltalán fát ültetni, mondjuk a közművek szempontjából, ha igen, akkor megszerzi az engedélyeket, majd megszerzi a kellő vállalkozókat is, akik felbontják a közterületet, aztán utána elültetik a fát, aztán utána visszarendezik a környezetet, mert hogy a Zöldítsük ki Budapestet programnak pont az a lényege, hogy nem ilyen eleve zöld felületbe ültetünk fákat, ahol már vannak, hanem a városba, járdára, meg ilyen helyekre. És ez alapból sehol sem adott Budapesten, mert hogy elképesztő mennyiségű munkával jár önkormányzati oldalról, ráadásul ez egy szemléletváltás is, amikor nem az van, hogy központilag meghatározzák, hogy akkor oda mehet fa, oda meg nem, hanem a lakók maguk dönthetnek arról, hogy mi szeretnénk egy fát a házunk elé, és hogyha az tulajdonképpen közműves oldalról meg lehet valósítani, akkor a kerület elrendez mindent annak érdekében, hogy a lakók kivitelezhessék ezt a tervet. És a programot azért találtam ki úgy, hogy a lépcsőházaknak is bele kelljen fektetniük valamilyen összeget ebbe a projektbe, mert onnantól kezdve az a fa tényleg az övék lesz, és onnantól kezdve áldoznak rá, meg törődnek is vele, és locsolgatják, hogy nehogy elpusztuljon szegény, szóval, hogy ez a biztosíték arra, hogy az a fa, ami el lesz a tültetve, az valóban életben legyen 3, 5, 10, 50 év múlva is. És az ültetés pontos költsége az kerületenként változik, de nagyjából ugyanannyi. Szóval egy ilyen alapültetés az nagyságrendileg 220 ezer forintba kerül, és a 9. kerületi videónál megkérdeztétek, hogy mi kerül ezen ennyibe. Hát az, hogy nem egy meglévő gödörbe ássuk el a fát, hanem egy csomó mindent kell csinálni, szóval odahozzák a fát, aztán behelyezik a dréncsőt, van gödörásás, talajcsere, beöntözés, termőföld helyszíre szállítás, ültetőgödör kiásása, beton vagy aszfaltnak a cseréje, vagyis hogy a feltörés, aztán utána a visszarendezése, tuskó kiásása az ültetés, szóval egy csomó minden van, és ennek a költsége nagyságrendileg 220 ezer forint, aminek viszont csak a felét kell kifizetni egy lépcsőháznak. Igen, a 9. kerületben még én tudtam beszállni a költségek felével, itt a 11-ben viszont az Accenture az, aki támogatja a felültetést méghozzá, hát körülbelül olyan 16-18 fa ültetésének a költségeit tudja támogatni, miután ők itt vannak ebben a kerületben, és szeretnék valamilyen módon elősegíteni a kizöldítését. Róluk majd egyébként lesz szó egy későbbi videóban is, most beszéljünk a 11. kerületről, azzal a személlyel, aki nagyon-nagyon sokat segített abban, hogy létrejöhessen ez a projekt. Ugye
először várjuk a jelentkezéseket, ugye ezt rajtad keresztül meg fogjuk kapni, és miután pedig elindítjuk és végrehajtjuk magát a fáknak az elültetését. Szerintem nagyon nagy igény van, én azt gondolom, hogy nagyon sokan fognak jelentkezni nálad erre a projektre. Ugye itt az a lényeges, hogy össze tudják-e adni ezt az ültetési összeget, de szerintem ebben akár a képviselőink is tudnak segíteni. Én is tudok szerintem segíteni ebben a projektben, úgyhogy én azt hiszem, hogy egy hasznos és nagyon gyümölcsöző együttműködésünk lesz. Ha mondjuk megérkezik az igény, egy lépcsőház úgy dönt, hogy ő ebbe beleszáll, átmegy hozzátok a megkeresés, akkor nagyjából milyen gyorsan lehet majd számítani válaszra? Hogy látjátok, mennyi ennek az átutása, ameddig megvizsgáljátok, hogy lehet-e és hova ültetni? Az nagyon, szerintem az nagyon rövid, én két hetet mondanék, hogy ez két héten belül megérkezik, hogy lehet-e odaültetni. Ugye nagyon fontos, hogy megnézzük a közműveket. Közműre nem fogunk tudni ültetni fát, hiszen akkor az sérül a közmű, és ez mindenkinek rossz lenne. Tehát nekünk ez a legfontosabb, hogy a közműveknél ezt megvizsgáljuk, és utána egyébként az őszi időszakban tudjuk leginkább és leghasznosabban elültetni a fákat, akkor ezt még idén meg is fogjuk tudni tenni, hiszen akkor gyökeret tud verni a fa, és már jövő tavasszal igazából kisarjadni. Na és hát tulajdonképpen ez a mai adás, ez ennyi. Tök izgalmas volt, szóval csatangolni itt a városrészben, megnézni ezt a fesztivált, azt, hogy mennyi ember gondolkozik azon, hogy hogyan lehetne jobbá tenni a városi létet, és az is szuper, hogy egyáltalán ez a gondolkozás 5-10-15-20 éve elindult, és most már úgy lassan elkezdenek beérni ezek a kis csomópontok, gondolkozós csomópontok, és szerintem az is jó, hogy a kizöldítés az ebben a városrészben új erőre kap, és hát tulajdonképpen innentől kezdve csak a 11. kerületi lakosokon múlik, hogy mennyire lesz sikeres itt, ebben a városrészben, úgyhogy a videó alatt ott van az én e-mail címem, amelyik lakóközösség az úgy dönt, hogy hát szeretne csatlakozni valamilyen módon ehhez a projekthez, az mindenféleképpen írja nekem. Egyébként a videó alatt van egy részletes leírás is arról, hogy hogyan lehet a Zöldítsük ki Budapestet programhoz csatlakozni. Egyelőre a 9. kerület van benne, meg a 11. kerület, ez majd később bővül. Írjatok, jelentkezzetek, és tényleg zöldítsük ki együtt ezt a várost. Ja, és azoknak is van mit kattintani a videó alatt, akik az Insert projekthez akarnak csatlakozni, hogy a kreativitásukat kiélve tegyék élhetőbbé saját közösségüket. Mert az is nagyon-nagyon jó ötlet. Ja, és még a második jaj, szóval, hogy holnap pedig már nem innen Budapestről, hanem Berlinből fogunk jelentkezni. Méghozzá Robival. Sziasztok!